Az 1.300.000 közoktatásban résztvevő diák közül mintegy 1 millió ingyen tankönyvet kap idén szeptemberben. A 2020-as tanévtől pedig már mindenki számára térítésmentesen biztosítja az állam a tankönyveket és a munkafüzeteket. Ez átlagosan 15.000 forintos spórolást jelent gyermekenként. A tankönyvek kiszállítása a nyár végét jelzi. Augusztus hónapban minden iskolában megérkeznek a tankönyvek és a munkafüzetek a tervek szerint. Mintegy 4000 helyszínre 13 millió tankönyvet kell kivinniük, és zavartalan az ellátás, reméljük, hogy a tavalyihoz hasonlóan most is nem lesznek fönnakadások, és általában állami és magánkiadók kiadványait, de zömmel állami kiadók kiadványait juttatják el 4000 helyszínre. Ezek iskolák, tagintézmények, és ezt a Kelló végzi, a könyvtár ellátó non-profit Kft. Azt is el kell mondani, hogy fejlesztések is vannak, 900 tankönyv fejlesztése folyik, a digitális átállást is megkezdődött, tehát azt elő kell készíteni, van, amikor már nem papír alapon, hanem digitális formában kapják meg a tananyagot, mert nem csak tankönyvekről, hanem munkafüzetről is szó van, és gyakorlatilag olcsóbbak is lesznek a tankönyvek, ami azt jelenti, hogy ez megint csak a családok pénztárcájának segít. A tankönyv csomagok árai évfolyamonként eltérőek. Az érintett családok nagy részének azonban ez nem jelent kiadást. A közoktatásban tanuló 1.300.000 diák közül ugyanis közel 1 millió általános iskolai tanuló ingyen kapja meg a tankönyveket és a munkafüzeteket a 2019-2020-as tanév elején. 2020. szeptemberétől minden diák ingyen fogja kapni, aki a közoktatásban szerepel, tehát nem csak az általános iskolában, hanem középiskolában, sőt a szakképzésben részvevők is ingyen fogják kapni. Ez egy nagyon nagy könnyebbség a családok számára, hiszen hogyha ezt nézzük, akkor 10-15 ezer forint átlagosan megtakarítás jelent a családoknak. A családok másik jelentős kiadása az évkezdés előtt a tanszervásárlás. Egy átlag árat nehéz meghatározni, hogy mennyibe kerül egy komplett írószercsomag. Az is befolyásolja, hogy melyik évfolyamot kezdi a diák, valamint a felhozatal is széles a papírírószerekben. A szülők általában listával érkeznek, de ha nem, akkor van saját listánk, ami osztályonként fel van sorolva, hogy milyen termékeket érdemes megvenni. Ezen márkák nincsenek, és akkor utána mindenki kiválasztja, hogy a radírból, a hegyezőből, a vonalzóból, a ceruzából éppen miért szeretne, vagy miért kért a tanítónéni. Így például ceruzát már 50 forintért is lehet venni. Átlag árban olyan 100-120 forintba kerülnek, de még egy ilyen alapvető írószer is lehet aranyárban a kinézetétől függően. A példa kedvéért ez a csavarhúzóra emlékeztető ceruza 500 forint. Hasonló a helyzet a radírok esetében. Egy egyszerű darab 30 és 80 forint között mozog, de illatos, tolóbetétes formában már 550 forintot is kérhetnek érte, de akár 1100 forintot is költhetnek a szülők egy radírra. A toltartó között is lehet válogatni. Sima, kétemeletes és töltött fajtákat is kínál az írószer már 1500 forintor. Viszont ha egy ilyen darab tetszik meg a gyerekeknek, az már 6500 forintos kiadást jelent a szülőnek. Az ár széles skálán mozog a füzeteknél is. Egy egyszerű A5-ös füzetet 40 forintért is találnak az írószerben. Színes fedelű változatban már 3-400 forintot is elkérhetnek érte. Ugyanez a méret spirálfüzetként már 900 forint. A nagyobb A4-es füzeteket legolcsóbban 125 forintért tudják megvásárolni, színes borítóval 4-500 forintért, spirál formában 1100 és 3500 forint között mozognak. Mint minden mást, a trend az írószerek kínálatát is befolyásolja. Azok a hagyományos dizájnfigurák, amik régebben voltak a különböző filmekből, innen-onnan, ezek most valahogy nem jöttek elő, nem tudni, hogy miért. Viszont azok a motívumok, amiket a divatban is meg lehet találni, a lámát, az egyszarvút, ezek itt az írószereken is természetesen megjelentek azok a pasztelszínek is, amiket az idei évben a diadiktátorok az év színeinek kiáltottak ki. Egy elsős felszerelésének az árát leginkább a táska dobja meg. Kialakításától és márkájától függően akár 30-40 ezer forint is lehet egy iskolatáska. Az idei évben azok a táskák, amik
a legmodernebbnek számítanak, azoknak az ergonomiai kialakítása nagyon sok mindenben fejlődött. Tehát a válpántok párnázottsága, állíthatósága, ahogy a gyermek nő, lehet állítani a háttámla magasságát, hogy a vállához, a hátához, hogy illeszkedjen, a deréktámaszok, a lekötők, hogyha ugye fut, mert melyik gyerek nem fut, azok ne billegjenek. Ugye természetesen mindegyiken megtalálható a biztonsági fényvisszaverő. Az ilyen extrákat meg kell fizetni a szülőknek. Az idei évben ez a ketté cipzározható táska számít újdonságnak. A nagyobbaknak szánt újdonság az az, amikor a táska tulajdonképpen két részből áll, és ha kevesebb cuccot kell vinni, akkor egyszerűen a táska ketté választható egy cipzáros megoldással, és levehető a másikról, és vagy a kicsit viszem, vagy a nagyot, vagy pedig együtt a kettőt hagyjuk. Természetesen a táskavásárlás leginkább a leendő elsős gyermekek szüleinek kiadását növeli. Minél nagyobb az iskolás, annál több felszerelése maradhat meg a korábbi évekből. Csalami István hozzátette, így az is jellemző, hogy két felsős diáknak 20 ezer forintból bevásárolnak tanévkezdésre, amíg egy elsőbe készülő gyermek tanszere magában is 40 ezer forintba kerülhet.